Hello, hello, sziasztok, kacként, ami vagyok, üdvözlök mindenkit ismételten a Warcraft 3 Reign of Chaosban. Ma egy 2v2 replay csatát fogunk megnézni, a map az ugye Gnollwood. Bármelyik nem vagyok benne biztos, nem, ez nem Gnollwood, akkor igazából nem tudom mi a neve. Teljesen mindegy, senkit nem érdekel. Na most ez egy 2v2 csata, az egyik csapatban ugyebár Toxic Grinta az orkokkal, az ő csapattársa Snowbreeze az Undeadekkel, illetve, ez most már ide nem kell, a másik csapatban ugye az embereket Vince irányítja, és ugye Mizm a Night Elfekkel. Azt hiszem Night Elf vagy High Elfnek vagy így nem tudom, az a lényeg az el, szerintem Night Elfek, hát még igazából High Elfek nem nagyon lehetnek a Warcraftban, de mindegy. Borzasztóan egyszerű a téma, nézzük meg a mapot, hogy mik vannak. Itt ugye van egy csomó ogre, meg minden egyéb itt középen, rengeteg mindent el lehet foglalni, van egy vörös sárkány, kettő is, nem csak egy. Egyébként, és itt rögtön, ugyebár az orkok próbálnak ide építkezni, csak egy probléma van, hogy ezek a gólemek itt szétverik a dolgokat, ami valójában elég kellemetlen. Ugye egy vihar oltár, illetve egy ork barrow épülne ide, de ahogy elnézem, nem nagyon fog itt sikerülni. Mármint ezeknek elég nagy range-ük van. Vagy hasonló. Ugye az Undeadekről már láttunk dolgokat az előző replayben. Ugye gargoylok, illetve ghoulok fognak itt megjelenni. Itt az orkoknál tulajdonképpen ugye ork harcosokra, esetleg trollokra lehet számítani. A Night Elfeknél konkrétan nem tudom mire kell még számítani. De többet valószínűleg meg fogjuk látni, minél hamarabb, annál jobb. Az Elderek oltárja, igen, ugye Moonwell, illetve Ancient of War. Na, ez nem gyenge. Ugye ez egy fa, egy élő fa tulajdonképpen. És ugyebár tud verekedni, meg minden egyéb, mi történik közben. Igen, ez elég kellemetlen így egyébként, mert ezt így le fogják rombolni. De még az hagyjad ezeket a mocsárgól vagy agyaggólemeket. Nem, a mud az mocsár. Tehát a mocsárgólemeket itt nagyban meg lehetne ölni. Ugyebár ja, igazából a kőgólem is eléggé az alján van már a HP-nak. Itt a tojára egyébként. Egy Blade Master. Milyen vagány kis szakáll van. Nézzük, nézzük, nézzük. Ugye az Undeadeknél megjelent Dreadmoor, illetve van itt egy Crypt Friend, egy ilyen pók, amit nem tudom, hogy mérgezzünk minden egyéb. Wow, te mi vagy, Forest Troll, nagyszerű, közben itt mi történik? Aha, az elfek építkeznek, mint állat, hogy az embereknél mi újság van, ugye egy King's Altar, farmok, illetve a parasztok szedik a dolgokat, tehát teljesen van, vannak itt már ugye footmenek. Andromat az ugye egy Archmage. Érdekes, érdekes. Ugye Kirin Torba tartozik. Szóval nem gyenge. Ugye itt a parasztokat megtámadták egyébként ilyen random orkok. De vannak itt azért footmenek, akik tudnak itt segíteni. Na nézzük, sima archerök, illetve kisfák. Force of Nature. Ja, aha. Mint spell, értem. Igen, ezek az ogrék amúgy elég aggasztóak itt. Tehát tulajdonképpen most mindenki ahol van, ott szerte szétverik. Á, itt van Malorn egyébként. Az igen. Az igen. Malorn se sűrű láttam még így emberformában. Illetve, nem tudom, az árcsők picit hasonlítanak Sylvanasra, mármint... Lehet, hogy nekem van ilyen fétisem, de... Ezek elég durva hasonlítanak Sylvanasra, de mindegy. Mi történik itt? Ugye tojára küldi lefele itt a... ogrékat, illetve ezeket a forest trollokat, akik így elszabadultak, ezt most már ki lehet ugye lootolni, tehát teljesen van, ezt a goldmine-t őrizték, de most már nincsenek ott, tehát igazából abszolút semmi probléma nem lehet ezzel. Igen, rengeteg ilyen pókunk van egyébként, illetve egy DK, aha. Itt piúság van. Igen, most már ezeket ugye meg lehet javítani, minden egyéb, ugye goldmine-ról beszéltünk, itt ugye kezdenek menni a night elfek középre, illetve vannak itt footmenek, kísérik ugye. Andromat le tud idézni ilyen vízelementált, aki egyébként egy ideig harcol vele, és elég jó OP. Igen, most... itt ment egy Bloodlust egyébként. Azt mekkorára nőttek itt, jeez.
Igen, a Bloodlust az annyit tud egyébként, hogy egy ideig megnöveli mindennyit, tehát az a sebzését, az attack speedet, meg ilyen dolgokat. Oké, okay. Ez az ogrik elhullanak. Ez teljesen rendben van, viszont az elementál meghal, az tök mindegy, mert ő amúgy is meghal. Igen, megérkeztek ugye a pókok. Na, működjé? Igen. Van egy csomó íjász, amúgy őket nagyon szépen lehet használni ugye távolsági harcra. Malon pedig, Keeper of the Grove. Hát igazából annyit tudunk Malonról eddig, hogy ugye Force of Nature képessége van. Ami egy nagyon durva cucc egyébként. Na most azon gondolkozom egyébként, hogyha összeszereztenénk ezeket 1v1, vagy most Malorn megnyernie, vagy a Dreadmore, tehát egy erre kíváncsi lennék. Interesting. Igen, itt ugye ezeket ugye legyalulják, ez ugye egy zsoldos központ egyébként, és itt vannak ugye Goblin Merchantök, ezeket is majd ugye meg kéne szerezni legalább egyet, így csapatonként, mert nagyon durva hasznosak. Itt az Undeadek amúgy elég durva kis bázist építettek ki, tehát... Tehát így érdekes. Na, állj meg! Itt elérték ugye az embereket. Ez érdekes, mert ezt a... városházat le tudják rombolni egyébként nagyon szépen, ugyebár itt van Tojara is. Aki itt gyilkolászta lefel a parasztokat gyönyörűen, tehát ez... És azt is levágja. Az durva. Igen, hogy itt is van egy csomó, és ezekre, hogyha rámennek a pókok, az... És hol vannak a footmenek? Ja, várj, itt most mindenki a másiknak a izét támadja, értem. Tehát itt ugye Andromat, illetve Malorn ütik egy vörös sárkány kíséretében a ork parasztokat. Ezek meg visszateleportáltak, mert... Hát igen, ez ilyenkor eléggé pat helyzet, hogy most éppenséggel mind a két brigád öli a másiknak a bázisát, tehát... Itt nem tudom, én hogyha én lennék... Akkor azt csinálom, itt hagytam volna egy hűst, vagy egy pókot, vagy nem tudom. Ami ugye szépen eljátszik a parasztokkal. Itt van egyébként Zan, aki elég durán hasonlít Uther-re. Nem végben... Zanról még nem sokat hallottam, szóval nem tudok róla beszélni se. Az Argent Dawn-nak a tagja, ebben biztos vagyok. De hogy így ennyi. Nem tudom, ilyen tök random nevek vannak egyébként, amikor nem sűrű hallott. Mondjuk Andromatról sem hallottam még olyan sokat. Mit tudom, még egy Antonidast, vagy egy, nem tudom, egy Jaina-t hamarabb elképzelek, ugye Archmage-nek, mint őt, de mindegy. Ő van, vele kell beérni. Na nézzük, mi újság van, ugye az Undead-eket nem nagyon bántják amúgy, ez vicces. Itt van egy Necromancer egyébként, igen, ennek ugye a Crypt Friendek folyamatosan. Mi történik? Ismételten a parasztokat öljük? Valami olyasmi? Nem. Mindegy, nézzük, hogy mi újságon elfeknél. Az elfeket nem bántja senki amúgy. Itt megy most a buli. Igen. Malorn meghalt egyébként. Érdekes. Többi talosztja, hogy a mágus barátunk is hamarosan követi. Igen, nagyon szép teleportok. Na most... itt van Mor Monsinger. Ez is ugye egy Night Elf, az biztos, de hogy ez is honnan jött, vagy mi ez? Tehát ezekről nem tudok beszélni, mert ezeket sose hallotta még róla, tehát hogy nem ilyen közismert valamik. Úgyhogy mindegy, az a lényeg, hogy ő egy hős és így van. Ez nagyon fontos. Na most ugye vannak itt egyébként pici sámánok, amik nagyon király munkát tudnak amúgy végezni. Viszont azért vigyázzuk, hogy túl sok mindent ne veszítsünk el ugye itt az ogrék ellen. Mondjuk a pókokat egyáltalán nem érdi meg elveszíteni, tehát... Bár mondjuk... Igen, tehát a zsoldos központ azért elég sokat megér, de bele lehet gondolni, hogy mennyit. Ugye Mora az egy... tigrisen ülő íjász egyébként, tök menci. Igen. Igen. Na már most, hogy elugrunk erre. Itt még ugye mindig semmi nem történik, tehát a parasztok biztonságban vannak. Ugye itt most a harc az átközpontosult ide középre. Ezt a vörös sárgányt ugye meg kéne ölni. Egyébként ennek én... Chaos damage. Ah. Az igen. Nem tudom, ez a tojár, ez ugye mint egy Blade Masterként, ez borzasztóan durván nyomja egyébként a közelharcot. És van Bloodlust-juk, igen. Ugye a Hordánál Bloodlust, Alinál pedig a Hero van. Na már most, ez nem tudom meddig tart egyébként nála.
Mármint, hogy igen, mindjárt lejárok ki. Windwalk. Ez viszont nagyon király dolog. Ugye nagyban megnöveli a mozgási sebességét, illetve meg tud vízen járni. Mármint tulajdonképpen ennek alapjáraton az a célja, hogy tudsz vízen járni, de mindegy. Nézzük, van itt Rock Cold School egyébként. Hármas lidérc. Tök királyság, vagy nekromancerök. Tök király, troll, witch doktorok tudnak hillelni, tehát ez abszolút rendben van. Itt ugye miközben a forest trollokkal küzdenek, itt az ellenség több mint arra, hogy megint le fogja gyalulni a parasztokat. Igen, bloodlust egyből. Hát ez szerintem így ennyi. Igen. Tehát ez ami kegyetlen, ami DPS-t ezek itt most le tudnak tolni. Közben ugye az elfek ölik az ogrékat, úgy szintén ugye az emberek. Igen, az a probléma, hogy itt a városházának így annyi. Tehát ez miért bagoly? Ja, egy scout, aha. Király. Oké, hát ez így rekt. Ez kifejezetten szép volt. Amíg ugye barak, meg ilyen dolgok, amiket le lehet azért rombolni. Amíg ugye megy a BL. Igen, itt hátul van ugye a castle. Igen, azért vigyázzik el. Jajaj. Igen, hogyha az elfek meg az emberek egyszerre rájuk ugranak, akkor ugyebár nagyon csúlyan kikapnak, tehát ez tény. Viszont ez a rengeteg sámán, ez nagyon király. Teljesen jó egyébként, mindenki ugye együtt mozog a másikkal. Mik ezek? Healing wardok. Ó. Oh. Az igen, tulajdonképpen BL az egyfolytában megy. Az durva. De várj, mik vannak itt? Ugye a troll berserkek a teljesen királyok, ugye a water elementált meg kéne várni, míg lejár. Most ilyen pillanatban egyébként az a helyzet, ugye mindenki egyesítette a seregét, mind a két csapat. Ugye ezt a mana forrást, ezt hogy elfoglaljuk, az teljesen király, mert ugye lesz manánk, akármi hihetetlen. Igen, ugye Malorn mendegél nagyban. Egyébként közben nézzük már, hogy kinek minden hőse van. Igen, őket láttuk. Igen. Tehát Toxi van egyedül, akinek egyetlen egy hőse van. Viszont eszméletlen sok pénze is fája, tehát így nagyon nem kell aggódni, hogy a late game-ben nem fogunk meg... Tehát nem kell aggódni, hogy nem állj meg a szerepét a late game-ben. Igen, egyébként Dreadmoor hercege már ötös szintű. Az viszont úgy nem rossz. Igen. Közben ugye elkezdtük csapkodni az Ancient of War-t. Mármint, nem. Ez igazából egy Tree of Life, de végtérés a szerepük az ugyanaz. Az Ancient of War is ugyanilyen fa, élő fa, és ugyanazt csinálja, mint a Tree of Life, tehát így verekednek. Vannak itt amúgy ilyen Griffon Raiderök. Aha. És ezek az emberektől jöttek, ez amúgy érdekes. Na nézzük, ezt a rengeteg sámán most elkapják, úgy néz ki. Hát vagy nem, ez a Berserker, vagy Blade Master Chao, ez nagyon komoly egyébként. Tehát ez... Á, bekerítették őket, kellemetlen. Igen, de nem akarok harcolni, mert ugye az tény és való, hogy ezt most itt 1v1-be kikaptak volna borzasztóan csúnyán. Aha, jönnek ugye folyamatosan az emberkék. A goldmánok még ugye teljesen jól állnak, tehát azzal úgy nincsen probléma. Hát ezek nagyon királyok. Oké, itt az emberek amúgy elég szépen befészkeltek ide a nem tudom kis sarokba. Ez teljesen király. Itt ugye újraépült a városház. Á, és itt megy most a buli, úgy néz ki. Na nézzük, mire van itt szó, ugye hoggerek, itt van Malorn. Aha. Interesting, ugye itt gyülekezik a másik sereg. Oh, wow. Várjál, ez mi? The Viper? Aha. Ja, várjál, aha, tudom. Jó. Ez ilyen... hogy hívják? Oroszlánfejű... Kiméra. Azt hiszem, ugye? Kiméra. Ja, valami olyasmi a neve.
Az ugye ez kimérem megy, nem griffem. Ha. Megindultunk itt ugye e felé a goldmány felé, ugye gólemeket itt le lehet vágni. Teljesen jó ez. Itt egyébként egy Ogre Lord, és így... Devotion Aura. Ugye nagyobb páncéljuk van. És ezek is megkapják ugyanazt az aurát, érdekes. Skeleton Warrior, igen. Közben itt ugye mendegél a sereg jobbra-balra. És ugye szétváltak az emberek és az elfek. Ez kár, hogy ugye... A másik csapat nem látja. Na nézzük, ezeket hogyha levágják, akkor ismételten lesz egy szabad bánya. Itt pedig most nagyon csúnyán lerassolják az embereket, ami nem tudom miért mindenki az emberekre megy, tehát így... Hát jó, mondjuk ugye az elfeknél ott vannak a fák, azok elég komoly gondot jelentenek. Igen, és ugye nagyon hamar rá kell ugrani az egész, hiszen ugye megnézzük, a seregek még ott vannak. Most már nem, de az előbb még ott voltak. De ugye a lényeg itt mindig azon van, hogy ki csap le hamarabb és mekkorát. Tehát, hogy igazából ennyire egyszerű. Kettős megy a BL... Na hát ezt... ez összecsapás. Tehát ez így... Oh my god! Igen. Ájjajaj, ezt az elfek és az emberek megnyerték. Így néz ki, ugye visszateleportáltunk egyből. És nem nyerték még igazából, csak... Hát lehet, hogy megnyerték volna. Igazából lehet, hogy nem. Sose tudjuk meg, tehát hogy... Ennyire egyszerű. Viszont most ugye van egy kis idejünk, idő újra szervezni a seregeket, tehát ez teljesen király. Most ismételten egyesülünk, aztán szerintem megint össze fogunk barátkozni egymással, mármint több mint a rossz. Ezek a kimérás izék amúgy nagyon királyak. Ja, amúgy tök is kimérem van, és egy sas fej van a fején, tehát hogy így, what? Oké. Okay. Nézzük most, ugye a merchantok azok üresek. Igen, itt most egyetlen egy dolgot nem kéne csinálni, az az, hogy szétválunk. Igen, a Mana Fountainre rámegyünk. Ugye a Force of Nature az most teljesen jó arra, hogy esetleg megtámadnának. Ó, oh, az, akire gondolok, az. Ez Dark Weaver egyébként, egy Demon Hunter. Na most, aki tudja ki az Illidan, ez nagyjából olyan. A szerepük ugyanaz, démonokra vadásznak. Mondjuk akármi hihetetlen, tehát a Demon Hunterök démonokra vadásznak, komolyan. Teljesen mindegy, az a lényeg, hogy elképesztően jól néz ki amúgy. És több mint valószínű, hogy durván is tolja amúgy, az a kettő darab penge az elég veszélyes. Na nézzük, a Force of Nature-t ugye lehet meg kéne várni, míg lejár, bár igazából így is jó. Nagyon szép, hogy a griffeket le is darálták egyből. Igen, itt a baloldali csapat ugye nagyon szépen csinálja, mert folyamatosan próbál keresni a sok V1-et. Ez teljesen kell, hogy a Blade Master azért itt igen, elpucoltatja a mage-eket. És most a mage-et. Wow. Aha. Tetsz halottat kapcsoltak az íjászok, ez durca azért. Érkezik Malorn. Aha, Scroll of Protection, az igen. Hát nem tudom, most kimerem jelenteni, hogy ezt a trollok, pontosabb az orvok és az undeadek megnyerik. Nem, most ugye nagyon szép. Az elején ugye leszettek jó pár egységet is sok V1-be, az teljesen király volt. Megjelentek amúgy ilyen csontvász harcosok, amik most nagyon királyul jönnek. Tehát, mit erősítés. Igen, ugye a paladinunk, illetve a mage-ünk is kezd meghalni, érdekes. Viszont a két Night Elf fős is el tud menekülni. Na most ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy ugye hogy vége a seregeiknek. Ezért most vagy az van, hogy elmegyünk és harcolunk ugye a hőseikkel, vagy az van, hogy ráugrunk az egyik TC-re, városközpontra, és megsemmisítjük, tehát ennyire egyszerű. És seregük az nincs, tehát nagyon kontrázni nem tudnak. És hát tudnak, csak ugye nagyon lassan, viszont itt ugye még a skeletonok megvannak, addig egész nyugodtan lehet szerintem támadni. Wow, ezek jó nagyok. Hát, hogy mire odaérünk, lejár az idő, de az mindegy. Aha. Ezeknek tök mindegy, hogy meghalnak, mert úgyis lejárna az idő, tehát ez tök király így most. Egy kellemes a hasznosra, és nem megyünk rá egyébként a... A városra, érdekes. Érdekes. Visszavonul az egész sereg amúgy, és így tulajdonképpen miért?
Ja, elkezdték a... Az emberhősök elkezdték itt zaklatni az ork polgárokat. Milyen kellemetlen. Azt, ahogy fut, hallod? Ez nagyon komoly, hogy egyébként hatos szinten ez... Ez betegség, ami sebzést lead. Igen, ez elég komoly. Már érkezik a sámánok közben. Visszaportoltak, érdekes. Aha. De forest trollokkal harcolnak jelen pillanatban. Az elfek is, itt csak íjászok vannak tulajdonképpen, viszont azok nagyon királyak, tehát azzal nincsen gond. Nézzük, itt pingegetjük a mapot, de igazából így... miért is? Nem tudom, azt várnám, hogy ráugorjunk mondjuk az emberekre. Így, for example. Mert ugye, amit már egyszer megcsináltak, az az, hogy romboljuk le a városházát, az úgy meg lehetett csinálni most is. Igen, ugye ráugrunk először Mana Fountainre, az teljesen rendben van, és ugye marad maránk a BL-re. Ami szerintem egész nyugodtan kijelenthetjük, hogy a legOP-bb csapatképesség jelen pillanatban a játékban. Mármint csapatra ható képesség az úgy értelmesebben hangzik. Goblin Merchantek ugye üresek, tehát azzal nem tudunk nagyon mit csinálni. Na nézzük, megvárjuk a sereget, igen, én amúgy azt csinálnám, én nem béleznék el egyből. Hanem ezeket szépen megölném, aztán amikor ide érünk, akkor béleznék, mert ugye a sereg az általában is itt fog kikötni. Vagy nem tudom. A BL most ugye arra, hogy például a polgárokat le lehet vágni gyönyörűen. Hát igen, a Blade Masterünk az elég szépen nyomja is. Wow. Ez azért elég komoly, amit történik, ugye ismét érkezik az elf bagoly. Hát úgy tök jól néz ki ilyen, nem tudom, ilyen szellembagoly, vagy nem is tudom. Itt van egy ilyen vízelementál. Igazából nagy port nem fog kavarni, tehát nyugi. Érkezek ugye a csontvászharcosok, és nem ugrunk rá a barakra, érdekes. Hanem ugye egyből a seregek felé indulunk, ugye a királyok oltárát leromboljuk. Ez tök jó, hogy a griffek, amíg a csontvászharcosokkal vannak elfoglalva, az teljesen király. Itt érkezik a BL, az igen. Na ez most összecsapás. Ez most összecsapás, srácok. Ó, wow. Megérkezett ugye a Night Elf erősítés. Srácok, ez kegyetlen. És a probléma az adott, mert... igen, tehát tulajdonképpen a Night Elf ijászokat nagyon hamar szét fogják kapni. Wow. Hát ez ennyi. Igazából nagyon már nincs sok belőlük. Igen. Ajjajajajaj. A paladinunk, illetve a mage-ünk is nem sokára meg fog halni. Ugye a Malorn is kevesebb, mint fél HP-n van, úgyhogy... A Blade Masterünk az fullon, tehát az kegyetlen öcsém, amit ez lenyom. Tehát konkrétan a hősöket találja, hogy instant. Igen, ugye folyamatos BL. Van itt amúgy egy Witch Doctor, egyébként jó nagy. Á, Tranquility, érdekes, érdekes. A Tranku az tulajdonképpen szerintem itt is hasonlóképpen működik, tehát mindenkit hillel. Abszolút mindenkit, aki vele van. Mármint aki szövetséges. Hát ez a BL, ez kegyetlen, hallod? Oh. Na! Igazából, ja, kijelenthetjük, hogy a élő voltak és az orkok nyertek. Nézzük. Teljesen király, úgyhogy ez lett volna, srácok, az a replay. Remélem tetszett nektek, így van, nyugodtan írjátok meg nekem a kommentbe, illetve hogy jó szórakoztatok, segítsetek nekem az, hogy dobtok egy lájkot a videóra. Várlak titeket legközelebb is. Én Tomi voltam. Sziasztok!